te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Na mi van, te drága? Hát milyen csinos vagy ma? Köszönöm szépen, hát tárgyalásra utazom, megyek. Hoppó, bíróság? Valami csúnyán mondtál? Mi van? Nem. Na, veled vagyunk. Perelünk Gábor, te ipari cég? Nem, egy komoly szakemberrel találkozom. Na. És, hát ilyenkor azért illik úgy picit kicsípni magam, és akkor ilyen módon most fölöltöztem. Képzeljétek el, hogy a héten ért egy megrázkódtatás, még mindig a hatás alatt vagyok. Elfogyott az AGV szirup. Lehetett a fejringet? Nem kaptál kandírozott alóverát, az iskoláját, a kutyafáját, hát mi az Isten történt, ne csináld, hát. Voltam egy városban előadni, és képzeljétek el, hogy az előadás beszélgetés volt inkább interaktív. Beszélgetés közepén megszólalt valakinek a mobiltelefonja, de nem ám akármilyen csengő hangja volt, disznóvágás csengő. Jó, de gyönyörű! Azt a minteni! De szeretem! De mit keresett ő ott nálad? Amikor a böllér ugye szúrja a disznót, akkor ugye erős visító hang, de már előtte is. Szerintem, folyamatos. Ma már ez nincs így, azért ezt hadd mondjam el, de igen, értele. És ez még hagyján, de az orból úgy visított, mint a marad. Hát, ha rendesen csinálják, akkor már nem megcsapadták árammal szegény. Rendesen, részegen. Rendesen, részegen, akkor nem hallod. Mondjad, Gábor. És ugye el lehet képzelni, hogy csendesen ott beszélgetünk, a hallgatók kérdeznek, és egy visító mobiltelefonon keresztül érkező visító malac hang, és az hölgy nem tudta kikapcsolni. Folyamatosan visított az a malac, majd miután nagy nehezen kinyomta, újraindult. És ezt hallgattuk, hát persze a hallgatók nevettek, és hát azóta is a hatása alatt vagyunk. De te sírtál, egy zsepit azért oda nyújtottak, hogy Gábor, semmi baj. Nem, hát ez az kérték, élet, így élnek emberek. Többen és kérték, hogy hallgattass el, illetve jelezték, hogy ha ezt én itt a Klassz FM-en elmondom, akkor a Ferit, mintha a hájjal kenegetnék. Így is van. Igen. Pontosan, így de akkor legalább tudtátok, az ember... hogy ki a tégla köztetek. Én küldtem, az én emberem volt, csak lebuktunk. Bárki ilyennek szólal meg a mobiltelefonja, az pont soha nem tudja kikapcsolni. Észrevettétek? Egyes zavarban van, annyira gyorsan akarja, hogy az összes gombot megnyomja, ezáltal egy dolog történik, nem hallgat el a telefonja, és nem tudja kikapcsolni. És ez mindig a legcikibb csengő hangoknál van. Egyébként igen. Igen. Igen, és komoly szakmai stáb alakult, hogy kell ezt a telefon kikapcsolni. Többen érkeztek a helyszínre, illetve a első-második sorba, hogy kikapcsolják ezt a telefon, szóval komoly. De engem például rohadtul nem zavar, hogy ahogy amilyen hangja van a növő zabnak. Érted? Tehát, hogy benneteket mély zavar az, hogy mi, akik normálisan... A kaszál zabnak. A kaszál, tehát ahogy a zabfejek ledőlnek, érted? Na te gondold el, hogy ott vagy egy előadásod, nem? Éppen nem tudom, elmélkedtek arról, hogy milyen jó a fehérje. Mindenki full vega. Állati fehérje, több növényi fehérje, visító malac. Az is érdekes, hogy kinek szól, kinek csörög így a telefonja. Tehát azért, ugye? Tehát... Eltávolítottátok a provokatőrt? Kivezettetétek a teremből? Nem, lehet, hogy a férje megviccelt őt, vagy nem tudjuk, tehát... És mondta, hogy Feri, ezt értette szem. Komoly volt, hát ugye ezeket ugye meg kell emészteni, föl kell dolgozni. Ez komoly stresszes az életem, neked is, a gondolkozom ugye? Azért, hogy nagyon komoly durva. Trauma volt, megszólalt egy mobiltelefon malac hangon, azért van stressz az életedben. Egyébként annak idején én magam is jártam Erdélyben, és fogtam a disznó hátsó lábát, nem sokáig, mert hamar elrepültem. Igen, csak szóltam, hogy most nincs disznóvágás, engedd el. Hagyd azt a disznót, Gábor, igen, most nem vágunk disznót, május van. Azóta már más világ van, igen. És hallottuk, voltál megint a doktor Tóthban? És lemostad a mindig szellemes, mindig flott, mindig jó sárvezető. Engem ezzel kapcsolatban csak egy érdekel. Szép voltál, Gábor? Én láttam, szép volt. Helyes. Jó. Hát, na most már ott állandó szakértő vagy? Ez tök jó. Nem, néhányszor ért az a megtiszteltetés, hogy meghívtak, és akkor így. Érte őket? Őket, így van. Mi nem vagyunk műsoririgyek. Tehát ha itt vagy minden csütörtökön, ugye a mi emberünk, persze. De hadd menjen. Megszoktuk már, hogy aki nálunk felbukkan, és sok időt tölt el, előbb-utóbb mindenki átveszi gyerekeket. Lásd, Polgár Peti, Tibi. Előbb-utóbb nagy csatornán fémműsorjével esett saját műsor a Gábor. Akinek nálunk itt rovatam, az előbb-utóbb valahova elviszik, de ez nem baj, mi erre büszkék vagyunk. Az összes emberünk, aki szétszóródott a szélrózsa minden irányába a kereskedelmi tévében, rádióban, büszkék vagyunk. Csak a hálát ne felejtsd, de azért én hűséges maradok hozzá. Gábor, mondd meg nekem, hogy te, aki ott voltál test közelben és átélted a doktor Tóthot, miért táncolnak teljesen szürreális módon abban a műsorban? Én bármikor oda kapcsolok, ott mindig kielemzik a mellékvese működését, és a végén van egy nagy közös tánc. Hogy az mi? Mi? Veled csináltak? Ki az, hogy neked kell? Ennyit az epekőről és most! Figyelj, nem hiszed el, a múltkor zumba aerobikoztak, és különböző szervek eltáncolták, hogy ők most hogy mozognak. Nem hittem el, az nagyon szürreális volt. Neked volt ilyen performance a végén? Csicsóka dance. Nem. Nem kellett? Semmi nem volt? Nem kellett. Megúsztad. Nem mondd, hogy nem volt egy kis bulgur bugi. Hát szerintem
a média is egy picit evickél, ugye, mert egyrészt ez a műsor folyam ugye azért jó, mert szakmai információkat is ad, ami rendkívül újszerű a mai világban. Másrészt azért meg kell tartani, gondolom, azokat az elemeket, amik olyan népszerűvé teszik. Na, mit hoztál nekünk mára, Gábor? Olajok. Hidegen sajtolt olajok, illetve olajbárók témáját. Hogy legyen, ahol lehet dráma. Kapni olajat, vagy pedig olyanok, akik ezzel foglalkoznak. Igen. És üzletszerű. Oh. Mind a kettő. Nem, hát ezek egy olajbárok. Kis bárok, bemész, és az olajbárban iszol. Feles levesz. Egy hidegen sajtoltat a rohadt életbe, megcsaltam azt. Egy lembagolajat nekem is egyet a haveromnak. Félelépet egy agronómussal. Tehát olajbárok, ez mit jelent, Gábor? A helyzet az, hogy ugye általában megállunk a napraforgó olajnál, meg annál a témánál, hogy olajban sütés. Megsütjük, nem tudom, a rántott húst, vagy rántott tofut az olajban, és ezzel kész is az olajkérdés. Ehhez képest ma már ugye a szakma is jól tudja, hogy az olajokban gyógyító terápiás hatóanyagok vannak, akár a tüdőre nézve, a keringésre nézve, a gyomor, a bél. Létezik az olajterápia fogalma, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú olajat fogyasztunk. Reggel valaki mondjuk bedob egy kanál lennagolajat, akkor ezzel a hőháztartását teszi rendbe, tehát nem fog annyira fázni. Ugye a zsiradékok azok nagyon komoly, fontos szerepet töltenek be a testben, sejtfalépítők, idegrendszeri működés serkentők, ugye vitaminoldók, és arra kell figyelnünk, hogy amikor zsiradékot fehérjével leszünk, mondjuk rántott húst, ugye olajban süt rántott húst, akkor a gyomor megpróbálja emészteni a hús fehérjét, hiszen az ott emésztődik, ott indul el, de az a gyomorban nincs igazán sok zsiradékbontó enzim, ezért megüli a gyomrunkat. Ha viszont salátával fogyasztjuk az olajokat, akkor jól emésztődnek, sőt segítik a vitaminok felszívódását. Két részre bontanám ezt a kérdést. Az egyik az olajok, a másik az olíva kérdés, amiről beszéltem az olajbárok kapcsán, de arról csak óvatosan merek beszélni. El ne tegyenek lábbalól, vagy miért? Nem egészen tudjuk, hogy mi az igazság ebből, illetve hát nyilván szakcikkekből az ember tájékozódik, de nem de szabad felülni a szenzációnak. Akkor kezdjük ezzel, hogy mi a baj az olívaolajjal? Hamisítják? Ugye azt tudjuk, hogy az olívaolaj az olajok között egy fantasztikus jó olaj, mert egyszeresen telítetlen zsiradék zsírsavakat tartalmaz, ami azt jelenti, hogy sem nem okoz nagy mennyiségben sem rákbetegséget, sem nem rossz a szívnek. Az olíva elterjedt, és világszerte üzletté vált az olívaolaj termelés, és sokan elkezdték vásárolni, mint egészséges olajat, valaki főz vagy süt benne, és a lényeg az, hogy extra szűz olívaolaj néven ma már lehet forgalomban olyan olívaolaj, amely nem biztos, hogy extra szűz, tehát nem a legelső hidegpréselésből származik, hanem lehet, hogy forró préselés, lehet, hogy extrakcióval készült, és valljuk meg, olyan helyekről, olyan messziről jön, hogy egy magyar fogyasztó nem tudja eldönteni, hogy az a bármilyen márkájú extra szűz olívaolaj vajon honnan származik, hol készítették, vegyszeres, nem vegyszeres. Tehát megint ott tartunk, mint a kókuszsír kérdésnél, hogy nem biztos, hogy fel kell ülni a legelső címkének, mert itt is óriási üzlet van, óvatosan fogalmazom. Akkor honnan tudja eldönteni a vásárló, hogy bemegyek és akarok egy fél liter extra szűz olívaolajat, rá van írva. Tehát ez csak az ára, az, ami árulkodik arról, hogy ez valóban extra szűz lehet? Az ár sem. Az ár sem? Ugye a spanyol és olasz minőséget tartják jónak, a legtöbb olívaolaj a Spanyolországból származik, akkor is, hogyha olasz felirat van rajta. Ha berakom a hűtőbe az olívaolajat, és alul jelentős mennyiségű üledék, tehát ugye az extra szűz olaj jellemző, olívaolaj jellemzője, hogy szinte ilyen szilárd üledék jön létre alul, ez jelzi, hogy nem szűrték, nem derítették, nem szűrték. Itt már azt mondhatjuk, hogy ez egy jó minőségű olaj. Hogyha tükrösre szűrt marad, vagy nagyon minimális üledék képződik az alján, akkor az lehet, hogy egy extra hátvi hexánnal, egy benzinszármazékkal kioldott olaj, vagy agyon szűrték, vagy nem jó minőségű. Az ugye kétfajtát meg kell különböztetni, bocsánat, a szűrt meg a szűretlen, tehát ez ettől függetlenül még lehet extra szűz, hogy szűrt, meg még egy fontos dolog, hogy arra a fajta sütésre, amire mi a napraforgó olajat használjuk, tehát a rántott húsit beledobod, arra az olívaolaj alkalmatlan. Tehát így ezt azért van. Mondjuk el, nagyon hogy hamar nem elég. Így van, így tehát van. Nem arra való, hogy rántott húst csináljál benne. A sütésre, mert ugye rengetegen egyébként használják sütésre az olajat, meg ugye azért például a sütkrumplira a legtöbb magyar háztartásban nem tudnak lemondani, és szerintem nem is kellene lemondaniuk. Milyen olajat ajánlotok?
hogyha nyílt lángon sütünk, akkor nem tudok mást mondani, mint a normál napraforgó olajat. Uh-huh. De azt utána az ember gyakorlatilag ki is önti egy vagy két sütés után, és megvallom, hogy sok káros anyag képződik az ilyen termékben, sütőben sütünk. Tehát kiolajozzuk a tepsit kókuszzsírral, pálmazsírral, vagy olyan olajjal, amit szűrtek. Ugye a szűretlen olaj az abban nem sütünk. Csak visszatérve az olívaolajra, mondjuk nem szűznek, akkor mi van benne, amiért nem jó? Tehát oké, megveszem 2000 forint, rajta van, hogy extra szűz, na nem az jó. Hát ebben még nem hallok bele. Vagy a technológia, ugye az extra szűz az, amikor hidegen. Én azt értem csak, hogy mi a rossz, ha nem extra szűz. Tehát, hogy miért rossz? Aha. Igazándiból a fogyasztó megvezetése egyrészt, hogy a fogyasztó arra számít, hogy ez a legelső hidegpréssel is, az fantasztikus, ebben a legtöbb vitamin, a legtöbb értékes anyag. A helyzet az, hogy az iparban, ugye, kipréselik a hidegen az olajat a termékből, majd visszamarad ez a bizonyos préselvény vagy pogácsa, és utána indul a technológus fantáziája és a menedzser fantáziája, hogy ebből a visszamaradó préselvényből hogy nyerjük ki az olajat. És itt jön a benzinszármazék, a hexán, amellyel, hogyha ellenáramba ugye érintkezik mondjuk az olíva pogácsa, akkor abból a maradék olívaolajat ki lehet nyerni. És innentől kezdve, hogy ezt a maradék hexános olajat milyen arányban vegyítik az extra szűz. Tehát bőszer öntöd rá a salátájára a gyereknek, mert megvetted 2000 forintért fél litert, és közben kiderül, hogy nemhogy nem használsz vele, hanem egyfajta benzinszármazékkal átitatott olívaolajat etetsz a gyerekkel. A benzinszármazékot azt eltávolítják belőle ugye lepárlással, néhány század százalékban visszamarad a termékben, a szakma ezzel a része ugye nem foglalkozik, mert ez határérték alatt van. Jaj, de szuper. Kémiailag, hogy van-e nyoma a termékben, erről nincs információ, azt mondják, nincs, de valljuk meg, hogyha hexán érje a terméket, akkor azért mégiscsak az egy vegyi anyag, és hogyha a gyártó mondjuk egy 10-15 százalékban vegyíti a jó minőségű extra szűz olívaolajat ezzel a hexánossal, akkor már sokat nyer a piacon. Uh-huh. Tehát ezzel már át lehet venni a mezőnyt. De ehelyett még akár a sima 100%-os napraforgó olajjal is jobban járunk. Hát sütésre mindenféle. Hidegen sajtolt napraforgó olaj, itt is ugye fölmerül a napraforgó táblák vegyszerezése, tehát megjelentek ugye a bio napraforgó olajak is, amelyek garantáltan... Amit éjszaka permeteznek. De tényleg nem. Hát most derült ki egy babatápról, hogy éppen nem tudom milyen származékot találtak benne, hát, beszéltünk rajta róla, logó, akkor a csalódás volt. Tehát biominősítést igazoló EU logó van rajta, akkor azt éjszaka nem permetezték. Egyébként hazánkban is készülnek olajok, vannak olajütők, vannak préselő üzemek. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell Spanyolországból, Olaszországból származó olajat fogyasztanunk, itthon is készül. Például búzacsíra olaj. A búzacsíra olaj az egyik legmagasabb értékű olaj, az agyi idegi funkciók védője, állóképességet, ugye a sportolóknál. Itt mi a mennyiség, csak hogy E-vitamin tartalom? Tudjunk segíteni, hogy napi egy evőkanál, gyereknek is adható. Sportolóknak 2-3 evőkanál, gyereknek adható, és ne féljünk, hogy ne rettegjünk, hogy jaj, egy evőkanál olaj, mert igenis ez nagyon nagy szerepet játszik az agyi és idegsejtek építésében, a sejtfalak, a foszfolipidek építésében. Ott van a dióolaj, legmagasabb, linolsav, tehát eszenciális létfontosságú zsírsav tartalma. Én eszem nagyon sokféle olajat, van szezámolaj, lemmagolaj, beüti az ember, hogy lemmagolaj. Oldalakon keresztül sorolják a jótékony hatást. Tehát, hogy azon kívül, hogy például, ha 6 hétig szeded, kimutathatóan koleszterin csökkentő, vérnyomás csökkentő, tehát elképesztő, hogy mennyi minden ott van a természetben, hogy nem kellene gyógyszert szedni. Most nyilván, ha valakinek nem extra magas a vérnyomása, vagy preventív megelőző jelleggel beütött, hogy szezámolaj, lemmagolaj, szőlőmagolaj, hihetetlen miket tudnak. De tényleg, igen, elképesztő. Ez maga az olajterápia, amit még mindig kutatnak, tehát én azt mondom, hogy nem használtuk még ki ezt igazán, tehát ne csak napraforgolajat vásároljunk, vagy hidegen sajtot, nem tudom, napraforgolajat, hanem ott a hidegen sajtot lemmagolaj, ott a kendermagolaj. Az omega-6 zsírsavról cikkeznek, hogy az omega-3 a jó, az omega-6-ról azt mondják, hogy óvatosan bánunk vele, mert hogy az gyulladás kell tőle. Ott van ugye a szezámolajban a kálcium, a lecitin, ott vannak a fűszerolajok, emésztésjavító, tehát kapormagolaj, köménymagolaj, a már említett szőlőmagolaj, a szőlőmagolaj egy fantasztikus antioxidáns például, és ha valaki hát szán erre egy kis összeget, és van otthon 4-5 féle olaj,
mondjuk ilyen 250-300 ml-es kis üvegben, akkor ez több hónapig is elég neki. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, kinek van erre pénze, ez több hónapig elég. Én is tartok otthon ott a mák, olaj, foszforban gazdag, és ezekkel a csont, a gyomor, a tüdő, a bélvédelmét tudjuk elérni és segíteni. Hát a mákola igen, például a nőknek milyen jól, 50 fölött mindenki ilyen napi egy kanállal, bebizonyították, hogy 8 hónap, egy éves rendszeres szedés után ugye a csont sűrűségét és a csontrendszert olyan szinten építi vissza a kálcium hatására, hogy jobb, mint bármilyen utólagosan pótló készítmény, amit az ember ezt is, hogy 50 eszik, és hogy 50 felett minden nőnek kéne napi egy kanál mákolaja tenni. Igen, hihetetlen jó hatása van. Valóban, és ott a támadások keresztüzében azért a barack magolaj is, ugye a B17 vitamin miatt, hiszen keserű ízű anyagok vannak benne, cianidok, de azt mondják, hogy ez is egy fantasztikus védőanyag. Tehát általában naponta kétféle ilyen eszenciális olajat vegyítünk, mondjuk kendermag, szőlőmag, vagy lenmag, olívaolaj, stb. És kétféle olajat fogyasztunk, és azt várjuk ettől, hogy a keringési rendszerünk, koleszterin szintünk esetleg csökkenni fog, a szívkoszorú sereg, a nyaki verőerek, az agyerek tisztulnak. Tehát nem mondom, hogy most a szalonna az nem feltétlenül... Megint kezdi, pedig meg akartam dicsérni, a mai rovatért akartalak megdicsérni. Kicsi szúrás oda a végén. Nem, ez nem szúrás, hogy csak szeretném tisztázni a szalonna kérdést, mert szinte biztos, hogy fog jönni az SMS arra, hogy az igazi jó császár szalonna a legjobb, meg Feri gondolom ezzel fogja zárni. A szalonnában lévő zsírsavak egyébként a testedzés során elégnek. Látod? De, hogyha nem mozgunk, szóval akkor halmozódik. Szóval, igen, valakinél elégnek, valakinél nem égnek el. Arra kell figyelni, hogy az eszenciális növényi olajok az ülőmunkát végzőknél is gyógyítóként funkcionálnak, az állati zsírok viszont, tehát libazsír, kacsazsír, sertészsír, szalonna az ülőfoglalkozást végzőknél lerakódik. Kell a vitamin beépítés. Kicsi bébi spenótot veszel, nyersen meg, most ott összetépkezed, nagyon fincsi tokaszalonnát. Apró kockázol, és körbepirítod az egészet nagyon gyorsan libazsíron. Lesz egy roppanó kis kérge, de belül a szalonna puha marad. Ezután vásárolsz őrségi, hidegen sajtolt tökmagolajat. Na, az jó. Ha összekevered, leöntöd, te belehalsz olyan finomban. És nem lehetni hagyni a szalonnát belőle? Nem, mert kell az íz, tudod? Meg az finom. A tökmagolajnak is jó íz, meg a spenót. Nagyon jó. Milyen jó a férfiaknak a tökmagolaj, prostata, stb. És egyébként, amiket most Gábor végigmondott olajat, a nagy többségét Magyarországon csinálják, népi hagyománnyal az őrségben, van egy cég, aki ezt nyomja, meg van egy másik is, aki szintén, tehát hazai terméket, így hazai van. Alapanyagból tudsz jót venni. De a spanyol GDP-t hízlajátok, hanem a magyar. Azt is, csak Gábor. Inkább ezt. Még egy kérdés, hogy tegnap este, amikor beírtad, és utána ütettél egy entert, hogy beírtad, hogy extra szűz, találtál-e olyan oldalt, meg kellett erősíteni a korodat? Illetve oda hívtál még néhány embert, hogy ez micsoda! Úristen, van ilyen! Ez micsoda! Virgin Teen felirattal tudod. Nem, ilyen nem volt. Mit reggeliztél, Gábor? Gyümölcsrist. Na, de nem csak valami készen kapható kis, nem tudom milyen kis nem dobozos gyümölcsrist tettél, ugye? Nem. Tegnap készítettem amúgy is barna rizst, és akkor ketté választottam. Az egyik részét édesen, a másikat sósan készítettem el. Ja, fárban, de szerettek. Hogy ilyen veszélyesen jössz. És egy kis zabdejszínnel nyakon öntve, így forraltam. Előtte körbenéztél, hogy nem lát-e valaki. Nem. És ilyen módon azt hiszem, hogy egy kis fahéj került bele, vanília, és banánnal, almakarikákkal és áfonyalekvárral. Hoztam ettek ebből az áfonyalekvárból kitűnő nagyon finom. Erdélyi. Vettük észre egyébként. Kérdezni akartam, hogy miért fázik ennyire Balázs, mert lila a szája. De... Csak megzabált meg mindenkivel. Nyugi gyerekek, jó helyen van. Persze. Nem kell aggódni. Tényleg jó. De ez nem is agyonfőzött áfonya lekvár, hanem úgy értsétek, hogy... 100 grammosban 80-at megevett egyébként a megszólalását. Tudjátok, hogy mindenre rámegyek, amit meg lehet tenni. Ez befőző automatával készült, és majd erről is lehet később beszélni, hogy ma már vannak korszerű befőzési lehetőség. Mire fel az üres üvegről tudunk majd beszélni. De szódadom neked, te úgyis visszaviszed. Ha viccelsz, persze. Gábor, köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Egy hét múlva folytatjuk. Legyél ma nagyon ügyes, mert érzem, hogy ez egy fontos tárgyalás. Jó? Legyél nagyon ügyes. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.